Akkor lesz béke, ha Brüsszelben változás lesz, erről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Hatalmas vihar csapott le Norvégiára, leálltak a hajók és a kamionok, mindenkitől azt kérik, maradjon otthon. Óriási robbanás volt Nairobiban, egy gázszállító teherautó robbant fel, több százan megsérültek. Játék automatába szorult egy kisfiú, nagyon akart egy plüss figurát, bemászott érte, de kijönni már nem tudott, a rendőrök mentették ki. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán Józsanett vagyok. Akkor lesz béke, ha Brüsszelben változás lesz, ezt a miniszterelnök mondta reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor sikeresnek értékelte a csütörtöki uniós csúcsot, mert ahogy fogalmazott, Magyarország továbbra sem küld fegyvert Ukrajnába. Ahhoz járult hozzá, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze. A kormányfő kiemelte, Brüsszel gyakran mások érdekeit képviseli, de júniusban EP választások lesznek, ahol a választók elzavarhatják a vezetőket. Béke akkor lesz, ha Brüsszelben változás lesz. Akkor lesz béke, ha Brüsszelben változás lesz, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő úgy fogalmazott, az Európai Unióban egyre erősebb azoknak az országoknak a hangja, amelyek erős kapcsolatot ápolnak az Egyesült Államokkal. Így összekeverednek a brüsszeli és az amerikai szempontok. Az amerikai nyomás is egyre nagyobb azokon az országokon, ahol Amerika képes ilyen nyomást kifejteni. Tehát itt összekeverednek az európai meg az amerikai szempontok, és gyakran van olyan érzésem, hogy nem az európai, hanem az amerikai érdeket követik egy-egy döntése Brüsszelben. Magyarország továbbra sem küld fegyvert Ukrajnába, folytatta Orbán Viktor, majd emlékeztetett, a fronton jelenleg is öldöklés folyik, naponta ezrek halnak meg, és nem látni a végét. Az ukrán-orosz háború kapcsán ezért kulcskérdés a béke. Ebben nem állunk jól, mert hogy Brüsszel az a háború lázában ég, és minden a háború körül forog. Tehát az európai vezetők háborús logika mentén érvelnek, Magyarország szerint pedig Brüsszelben mindennek a béke körül kellene forognia. A csütörtöki Európai Uniós csúcson kiharcolt megállapodást a miniszterelnök sikernek nevezte, hiszen ahogy fogalmazott, sikerült megakadályozni, hogy Magyarország pénzét elküldjék Ukrajnába. A nagyokkal meg lehetett állapodni arról, hogy ez nem fordulhat elő, és akkor Magyarország is részt vállal az ukrán állam működéséhez szükséges pénzek küldéséből, de fegyvert nem küldünk. A kormányfő leszögezte, hogy az Ukrajnának jóváhagyott 50 milliárd euró nem fegyverre, hanem az ukrán állam működésére megy. Kiemelte, hazánk ahhoz járult hozzá, hogy a csődbe jutott ukrán államot segítse. Az ukrán gazdaság lényegében összeomlott. Lélegeztető gépen van. Ha az amerikaiak és mi európaiak nem küldünk pénzt, akkor be kell zárni a boltot. Az azt jelenti, hogy nincs nyugdíj, nincs fizetés, nincs kórház, semmi sincsen. De gyakorlatilag az ukrán állam működésének a költségét állja most ezzel az Európai Unió. Orbán Viktor azt is mondta, Brüsszel gyakran mások érdekeit képviseli, és nem az emberekét, ebben pedig hasonlít a háborúpárti magyar baloldalhoz, amelyet szintén külföldről pénzelnek. Ez napnál világosabb. És azok, akik a pénzt adják nekik, azok mind háborúpártiak. És azért adják a pénzt, hogy belekeverjék a baloldalon keresztül egész Magyarországot a háborúba. Most, tehát világos, hogy a baloldal Magyarországon nem a magyar emberek érdekét képvisel, mert nincs is abban a helyzetben, hiszen aki a pénzt adja, az rendeli a zenét. A miniszterelnök emlékeztetett, júniusban választások lesznek, ahol a választók elzavarhatják a vezetőket. Az ukrán-magyar viszonyról a miniszterelnök azt mondta, a két ország között számos kérdés megítélésében nagy a távolság. Mi nem a háborúban, hanem a békében segítünk nekik. Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy 150 ezer őshonos magyar él Kárpátalján. Őket hátrányok sújtják azért, mert magyarok. Szabályos, régi kommunista időket idéző jogfosztásban élnek. Orbán Viktor leszögezte, a két ország között kommunikációra van szükség, hiszen ez ad lehetőséget arra, hogy a helyzet javuljon.
Az Ukrajnának szánt pénzek kapcsán az EU csúcson sikerült a magyar álláspontot érvényesíteni, jelentette ki az M1-en a kormány szóvívő. Szentkirály Alexandra azt mondta, továbbra is komoly ellentét van azonban a magyar békepárt és a brüsszeli háborúpárti álláspont között. Hozzátette, mi továbbra is azt hangsúlyozzuk, hogy békére, tűzszünetre és tárgyalásokra van szükség Ukrajnában. Az is a tanulság ennek a találkozónak, hogy azt az álláspontunkat, ami a béke irányára vonatkozik, azt viszont egyáltalán nem sikerült átvinnünk. Tehát Brüsszelben gyakorlatilag egy háborús szemüveg van a brüsszeli vezetők szemén, és ezen a háborús szemüvegen keresztül néznek mindent. Hiába a fenyegetőzés, tárgyalásos megállapodással zárult az EU csúcs, áll az Alapjogokért Központ elemzésében. Azt írták, hosszú brüsszeli fenyegetőzések sora után végül mégiscsak a megbeszélés döntött a február 1-i EU csúcson az Ukrajnának szánt pénzek ügyében. Kiemelik, valahogy így kéne működni az uniós politikának, a tagállamokat nem belezsarolni kell a kívánt álláspontba, hanem meg kell érteni a kételjeiket, és választ kell keresni rájuk. Hozzáteszik, csak remélni lehet, hogy a júniusi EP választások után nő azon uniós döntéshozók száma, akik belátják, hogy a megegyezés és a kompromisszum, nem pedig a tagállamok ellen folytatott boszorkányüldözés és az EU sikeres működésének kulcsa. A Nyugat-Európában tüntető gazdák az unión kívülről beáramló agrártermékek beáramlása ellen tiltakoznak. Erről is beszélt Orbán Viktor reggel a rádióban. A kormányfő test közelből figyelte az eseményeket, maga is kiment beszélgetni a tüntetőkkel. Az elmúlt hetekben Németországban, Franciaországban és Belgiumban is utcára vonultak a termelők, akik a brüsszeli tüntetést szándékosan az uniós csúcsra időzítették. Autógumikból, szalmabálákból és kartondobozokból gyújtott mágiák Brüsszelben az Európai Tanács és az Európai Parlament épülete előtt. Az EP épületét még tojásokkal is megdobálták, a belga fővárost gyakorlatilag elfoglaló gazdák. A tüntetők főként a túlzott bürokrácia és az Európai Unión kívüli országokból származó agrártermékek beáramlása ellen tiltakoznak. Orbán Viktor test közelből figyelt az eseményeket szerdán és csütörtökön is, maga is kiment a gazdákhoz és beszélgetett is velük. Európában az egy hiba, hogy az emberek véleményét nem veszik komolyan, fogalmazott újságíróknak a miniszterelnök még Brüsszelben az uniós csúcs előtti este. Én aludtam, az ablakom alatt kb. 200 traktor állomásodott, és egész éjjel tülköltek. A kormányfő a Kossuth Rádióban már arról beszélt, hogy elsősorban spanyol és belga termelőkkel beszélgetett Brüsszelben. Ha akartam volna, sem tudtam volna elkerülni, találkozzak a gazdákkal, mert elállták a bejáratot a szálloda a kapujában. Nem miattunk jöttek oda, hanem ott egy kis tér van, és minden teret elfoglaltak, ezt is. Tehát én rögtön beléjük botlottam. Nem volt ellenemre, ugye én falusi gyerek vagyok. A miniszterelnök azt is elmondta, a Brüsszelben tüntető mezőgazdasági termelőknek ugyanaz a bajuk, mint a magyar gazdáknak. Brüsszel olyan szabályokat hoz, ami a termelést egyre drágábbá teszi a számukra. Ez így van Magyarországon is. Bizonyos anyagokat nem lehet használni, állatjóléti intézkedéseket vezetnek be, ez mind pénzzel jár. Tehát olyan szabályok születnek, ami a termelés költségeit a gazdák oldalán fölfele nyomják. Ilyen van, ez se jó. De közben mondják a gazdák, és itt van az ő igazságuk, megengedik, hogy olyan országokból hozzanak be mezőgazdasági termékeket Európába, ahol ugyanezek az előírások nem érvényesek. Tehát ott olcsóbban lehet termelni. Emiatt az európai gazdák nem tudnak versenyképesen termelni, a tönkremenés szélére kerültek. Erről egyébként az 50 milliárd eurós ukrán csomag mellett nagy vita volt az Európai Uniós miniszterelnökök csúcs találkozóján is. Többen ingerülten szólaltak föl, hogy ezt a bizottság hagyja abba. Ez lehetetlen. Meg kell változtatni a szabályokat. Most azt lefordítom magyar, ez azt jelenti, hogy nem szabad beengedni az ukrán mezőgazdasági termékeket az európai piacra, így ahogy ez most történik. Orbán Viktor kiemelte, a demonstráló gazdák arra kérték, hogy a magyar termelők a lengyelekkel és a szlovákokkal együtt ne engedjék át a határokon az ukrán szállítmányokat.
Mindeközben a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara határozottan elutasítja, hogy az Európai Bizottság újabb egy évvel meghosszabbítaná az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatalát. A két szervezet szerint az ukrán árukkal kapcsolatos átgondolatlan brüsszeli döntés az egész uniós mezőgazdaságot tönkreteszi. Magyarország a bizonyíték arra, hogy a kelet-nyugati együttműködésben nagyon komoly előnyöket lehet kihozni. Erről a külgazdaság és külügyminiszter beszélt az Unió és az Indo-Csendes óceáni térség miniszteri találkozóján Brüsszelben. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az Európai Uniónak az lenne az érdeke, hogy a lehető legszorosabb együttműködést alakítsa ki a dél-kelet-ázsiai és csendes óceáni országokból álló szabadkereskedelmi övezettel. Magyarország a bizonyíték arra, hogyha a keleti és nyugati vállalatok korrekt körülmények között tudnak egymással dolgozni, akkor az segít a gazdasági növekedésben. Ezt a magyar példát ajánljuk az Európai Unió figyelmébe is, amely sokkal jobban járna, ha nem barikádozná el magát a keleti gazdasági együttműködéstől, hanem a szélvész gyorsan robogó keleti gyorsvonatszerű gazdaságokkal a lehető legszorosabb együttműködést építeni fel. Szerezzük vissza a határ feletti ellenőrzést, ez a jelmondata annak az autós felvonulásnak, amely hétfőn indult el a Virginiából az Egyesült Államok déli határa felé. A tervek szerint több gyűlést is tartanak majd a mexikói-amerikai határmenti településeken, hogy felhívják az emberek figyelmét a Biden kormány elhibázott migrációs politikájának következményeire. A szervezők azt remélik, hogy több százezren csatlakoznak majd a menethez. Zászlókat lobogtatva köszöntötték a kamionokból, furgonokból és személyautókból álló konvojt ebben a texasi kisvárosban. A sofőrök hétfő óta úton vannak, Virginia államból indultak és meg sem állnak a mexikói határig. A célunk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, ami a déli határnál zajlik. A nyitott határok politikája oda vezetett, hogy mostanra az embercsempészet, a rabszolgakereskedelem és más ehhez hasonló elviselhetetlen szörnyűségek is megjelentek az országunkban, mondta a megmozdulás főszervezője. A konvojhoz több leszerelt katonatiszt, rendőr és határőr mellett politikusok is csatlakoztak. Mindannyian azzal vádolják a Biden kormányt, hogy az elmúlt években olyan döntéseket hoztak, amelyek ellentétesek voltak a Trump elnöksége idején bevezetett korlátozásokkal, és migránsok tömegeit bátorították fel arra, hogy bármi áron megpróbáljanak bejutni az Egyesült Államokba. Tavaly csak nem 2,5 millió illegális határátlépőt tartóztattak fel a mexikói határ közelében, többet, mint bármikor korábban. Fel kell hívnunk az emberek figyelmét erre az invázióra, mert az országunk nem bír el többet. Rengeteg katonakorú, egyedülálló férfi lépte át a déli határt az elmúlt évben. Nem értjük a kormány, miért hagyja ezt. Ha ezek az emberek valóban az elnyomás, a háború és a pusztulás elől menekülnének, a családjaikat is magukkal hoznák. De egyedül jönnek, ami azt jelenti, hogy háborúra készülnek, ellenünk, mondta egy asszony, aki Texasban csatlakozott a tiltakozó menethez. Az amerikai szenátus a jövő héten várhatóan újra napirendre tűzi a 2024-es költségvetés vitáját. Sajtóértesülések szerint ugyanis a republikánusoknak hónapig tartó vita árán sikerült több szigorító intézkedést kicsikarniuk a kormányzattól. Ha a javaslataikat elfogadják, a hatóságoknak automatikusan el kell majd utasítaniuk minden menedékkérőt, aki úgy érkezik az amerikai határhoz, hogy korábban átkelt egy biztonságosnak minősített országon. Köteleznék a hatóságokat, hogy azonnal toloncoljanak vissza mindenkit, aki illegálisan próbál belépni az országba. És arra is lehetőséget biztosítanának, hogy akár teljesen lezárják a határt a bevándorlók előtt. Legkevesebb ketten meghaltak, és csak nem 300-an megsebesültek egy gázrobbanásban a kenyai fővárosban. Tűz ütött ki egy gázpalackokat újra töltő üzemben Nairobi egyik külvárosában tegnap, néhány perccel éjfél előtt. Gázrobbanások zaja töltötte be a környéket, a lángok pillanatok alatt beborították az üzemmel szomszédos házakat, hatalmas volt a pánik, amit csak tett ézet, hogy a tűzoltók mintegy két órával az első riasztás után értek csak a helyszínre. A hatóságok több mint 100 családot evakuáltak a környékről, és arra figyelmeztettek, hogy az áldozatok száma tovább emelkedett, a sérültek közül ugyanis sokan életveszélyes égési sérüléseket szenvedtek. A zajra lettem figyelmes, de nem tudtam, hogy mi történik.
Amikor kiléptem a házból, láttam, hogy ég a tető. Hatalmasak voltak a lángok, nagyon félelmetes volt. Az emberek fel-alá futkostak az utcán, anyák kisgyerekeikkel a karjukban. Sok sérültet láttam mindenfelé, gyerekeket is. Szörnyű volt. Lecsapott az Ingun nevű vihar Norvégiára, az ítéletidő miatt utakat, hidakat zártak le, leállt a hajó közlekedés. 30 éve nem volt akkora vihar, mint a mostani. A hatóságok azt kérték, mindenki maradjon otthon, akinek nincs halaszthatatlan dolga. Az északi sarkkörnél található bodában csak egymásba kapaszkodva tudtak utcán járni azok, akiknek halaszthatatlan dolguk miatt el kellett hagyniuk otthonukat. A partoknál óriási hullámokat korbácsolt a szél, életveszélyessé vált a hajóközlekedés, a hatóságok meg is tiltották, hogy a vízijárművek elhagyják a kikötőket. Utakat, hidakat zártak le elővigyázatosságból, még mielőtt a hurrikán erősségű Ingun elérte Norvégia északi, Atlanti-óceán felüli partjait. Voltak, akik a vihar előtt még kimerészkedtek egy-egy szelfi kedvéért. A gyerekeket majdnem felborította a szél. Látniuk kell ezt a gyerekeknek. Meg kell tapasztalniuk, milyen a pusztító erejű vihar, mondta egy helybéli, aki több gyerekkel jött ki a tengerhez, és akit miközben nyilatkozott, annyira meglökött a szél, hogy majdnem elesett. A másodpercenkénti 55 méteres erősségű szélben jelentkezett be élőben a norvég televízió riportere a csütörtök esti hírműsorba. Egyáltalán nem mérséklődik a szél, sőt, amióta ide megérkeztünk, egyre csak erősödik. Itt a kikötőben nagyon erős a szél, és óriásiak a hullámok, mondta a riporter, miközben alig tudott a lábán maradni. Kalandosan ért földet a szélben egy kis repülő is, Norvégia északi részén. A gépen utazók hosszasan rázkódtak a viharos szélben, mire földet értek. Mindent lezártunk, hogy az emberek ne tudjanak a város központjába menni. Attól tartunk, hogy a szél az épületek darabjait letépi, és ez életveszélyes lehet. Az egyik szálloda ablakait betörte a szél, leszakította a tetejét, és a falakat is megrongálta, mondta a polgári védelem egyik tagja. A térségben megtiltották a teherszállítást, az egyik kamiont a szél egyszerűen csak félrelökte az útról. Én először láttam ilyet, elképzelésem sem volt, hogy létezik ilyen erős szél, mondta egy egész más időjáráshoz szokott ciprusi sofőr. Az Ingun vihar a városokon kívül a gyérebben lakott területeken komoly károkat okozott. Volt, ahol épületrészeket rombolt le a vihar, máshol az egyik gazda csak úgy tudta megakadályozni, hogy a szél elvigyen egy kisebb épületet, hogy a munkagépe markolóját ráhelyezte nehezéknek. Új megtakarítási lehetőséget kínál a nyugdíjas évekre. A Magyar Államkincstár jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, mától nyugdíj előtakarékossági célból is vásárolható állampapír. Az új számlatípus előnye, hogy teljesen díjmentes és személyi jövedelemadó visszatérítés jár hozzá, amely évente akár 100 000 forint is lehet. A nyugdíj előtakarékossági számlát azonnal néhány kattintással meg lehet nyitni a kincstár online felületein, akár telefonos alkalmazáson keresztül is. Az állampapírokkal mindenki jól jár, biztonságos, kamatadómentes és magas hozamú befektetés a lakosságnak, egyúttal kiszámítható finanszírozás az államnak. A Magyar Fejlesztési Bank és az Exim Bank tavaly több mint 1%-ponttal járult hozzá a gazdasági növekedéshez. Erről a nemzetgazdasági miniszter beszélt az állami tulajdonú pénzintézetek eredményeit, céljait ismertetve. Nagy Márton hozzátette, a tavalyi év nehéz volt, de idén elérhető a 4%-os növekedés. Az idei év könnyebb év lesz, 4% körüli növekedéssel számolunk. Segítenie kell a bankoknak a növekedés helyreállását, és ezáltal a hitel nélküli gazdasági visszapattanás elkerülését, tehát egy hitellel támogatott gazdasági helyreállítást kell segíteni.
Az államkincstár ellenőrzi, hogy a fenntartók, a tanárok és az óvónők béremelésére kapott teljes összeget arra is fordítsák, jelentette ki az M1-en a belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta, amelyik intézmény fenntartó nem így tesz, az le fog bukni. Úgy fogalmazott, nem lehet semmiféle trükk, bűvészkedés ebben. Oda kell adni az iskolákban, óvodákban dolgozóknak a teljes bértömeget, ellenkező esetben a fenntartónak büntetőkamattal együtt kell visszafizetni az összeget. Hozzátette, a költségvetésben 340 milliárd forintos béremelési alapot hoztak létre, amiben egy cent Európai Uniós támogatás sincs. Közel 3000 fenntartó van, akinek most a béremelés kapcsán feladata van. De fontos, hogy mindenki ezt a bértömeget, amit többletként kap, ezt a tanár béremelésre fordítsa. Nem lehet ebben semmiféle trükk, nem lehet semmiféle bűvészkedés, ezt egytől egyig, az első forint az utolsóig mind a tanároknak, mind az óvodában dolgozóknak, mind az iskolákban dolgozóknak oda kell adni. Aki ezt nem így tenné, az le fog bukni előbb-utóbb, ezért ezt senkinek nem ajánljuk. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz a jövő héten Budapesten, a BRFK tájékoztatása szerint az intézkedés célja a közrend fenntartása, a jogsértő cselekmények megelőzése. Tavaly éppen ezekben a napokban támadtak békés járókelőkre külföldről érkezett szélső baloldali aktivisták. A 7-8 fős banda a nyílt utcán hátulról rohanta le áldozatait, akiket viperával, kalapáccsal súlyosan bántalmaztak. Két nap alatt 9 járókelőt támadtak meg. Budapest rendőrfőkapitánya február 8-a és 12-e között a főváros teljes közigazgatási területére fokozott ellenőrzést rendelt el, amelynek célja a jogsértő cselekmények megelőzése, megakadályozása, a közrend közbiztonság fenntartása. Ebben az időintervallumban Budapesten megerősített rendőri jelenlétre kell számítani, ezzel egyidejűleg Budapest rendőrfőkapitánya két bejelentett gyűlést is megtiltott. Az Action for Democracy vezetése bevallotta, Soros György adta dollármilliókat a magyar baloldalnak, erről ír a Mandiner. Olyan videók kerültek ugyanis nyilvánosságra, amelyek úgy tűnik cáfolják a baloldal eddigi állításait a guruló dollárokról a felvételek alapján. A Mandiner úgy fogalmaz, jól kirajzolódik az a módszer, amivel sikerülhetett Soros Györgynek kijátszania a magyar jogszabályokat. Az Egyesült Államokban tevékenykedő politikai kommunikációval foglalkozó cégvezető Eric Koch látható ezen a titokban rögzített felvételen. Az aktivista a videóban arról beszél, egyik munkája az volt, hogy rontsa a magyar miniszterelnök hitelét Amerikában. Abban voltam érdekelt, hogy besározzam legalább az Egyesült Államokban, mert ő egy hős az amerikai jobboldal számára, fogalmaz Eric Koch, akinek egyik fő ügyfele a videó szerint az itthon a baloldal külföldi kampányfinanszírozási botrányának főszereplője, az Action for Democracy nevű szervezet. A videóban az aktivista bevallja, az NGO-t Soros György támogatja. Erősen gyanítom, hogy volt egy vagy két nagyon meghatározó adományozójuk. Arról a nagyon híresről beszélünk, Soros? Igen. Ez a felvétel csak egy azok közül, amelyek nemrég az X nevű közösségi oldalon jelentek meg. A videókban az Action for Democracy vezetői egymás után vallják be, hogy a szervezet támogatásai Soros Györgytől érkeztek. A híres Soros? Igen, ne is mondja. Az egyik videóinterjúban például így helyesel zavartan nevetgélve Kati Marton, az Action for Democracy kuratóriumának elnöke arra a kérdésre, hogy kik finanszírozták az általa is vezetett NGO-t. Egy másik videóban pedig Wesley Clark főparancsnoktól, az Action for Democracy kuratóriumi tagjától egy eltorzított hangú kérdező arról érdeklődik. Sok olyan amerikai van-e, akik támogatják a magyarországi ellenzéket, és hogy ez bevett gyakorlat-e? Mutatjuk a választ. Nem annyian, mint szeretném, úgy, mint George, senki, mondja. Az Action for Democracy vezetése bevallotta, Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak. A felvételekről így ír a Mandiner. A portál úgy fogalmaz, a feketeöves Soros emberek beismerése alapján Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely mozgalmaihoz az amerikai spekuláns guríthatta a dollárokat, vagyis szó sem volt mikroadományokról, mint ahogy azt a baloldali politikusok korábban állították. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint.
Márki-Zay Péter a rendszerváltozás utáni legnagyobb pártfinanszírozási botrányt robbantotta ki egy tévéinterjúban, amikor elismerte, dollármilliókat kaptak az Egyesült Államokból a 2022-es választások előtt és után. Ezek jó részét az Action for Democracy szervezet kalapolta össze, amelynek vezetője a Karácsony Gergely városdiplomáciai tanácsadójaként is dolgozó Korányi Dávid. Azóta titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy a baloldalhoz összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről, és az Action for Democracy támogatottjai között volt Karácsony Gergely mozgalma is. Márki-Zay Péter végig úgy magyarázkodott, hogy a több mint 4 milliárd forintnyi dollárt nem választási kampányra, hanem társadalmi célra kapták. Később azonban bevallotta, hogy a teljes baloldalt támogatták Amerikából. Action for Democracy már 2022-ben kijelentette nekünk, hogy természetesen ők az össze ellenzéket támogatták. Erre a most nyilvánosságra került felvételeken maga Korányi Dávid, az Action for Democracy vezetője is utal. Az ellenzéket támogatják? Ez a koncepció itt? Hát ezt soha nem fogjuk kimondani, nem reklámozzuk. Korányi Dávid a felvételen hozzáteszi, ezek a szervezetek, ahogy ő fogalmaz, minden bizonnyal az ellenzék kezére játszottak. Újabb 13 millió forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság az RTR-re két műsor miatt. 10 millióra büntették őket a Starbox egyik epizódja miatt, amelyben a csatorna nem megfelelően használta korhatárbesorolást. Egy másik esetben 3 millió forintos büntetést kaptak, amiért megalázták Fekete Pákót. Eltört hüvelykúj, bokaszalag szakadás, bordarepedés. A Starbox durvaságát jelzi, hogy már a felkészülés során is súlyos sérüléseket szereztek a ringbeszálló hírességek. Pénteken közleményben jelentette be a médiahatóság, hogy ezúttal 10 millió forintos büntetést szabott ki az RTL-re a Starbox november 5-én sugárzott adása miatt. Az NMHH szerint nem megfelelően használták a korhatárbesorolást, és az adás sem a megfelelő műsorsávban sugározta a csatorna. A médiatanács megállapította, a Starbox nem sport, hanem szórakoztató show műsor. De a gyermekkorú nézők akár azt a téves következtetést is levonhatták, hogy a konfliktusok kezelésének elfogadott módja az agresszió. Vagyis az RTL hibázott. Az NMHH szerint ugyanis a műsorszámot az erőszakos jelenetek miatt 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelöléssel kellett volna ellátni, és ennek megfelelően csak 21 óra után sugározhatták volna. Ehelyett a csatorna a 12 éven aluliak számára nem ajánlott csoportba sorolta az adást. Az NMHH az RTL Starbox című műsora kapcsán kiszabott 10 millió forintos büntetésén túl további 3 millió forintra is megbüntette a csatornát. Fekete Pákót alázták meg a műsorvezetők azzal, hogy a kamerák előtt levizsgáztatták állampolgári alapismeretekből. Ezt is írja az NMHH. Az RTL reggeli című műsorában ugyanis tavaly októberben Fekete Pákó egy könnyed beszélgetésre számított. Ehelyett a műsorvezetők olyan helyzetet teremtettek, amit nem tudott kezelni. A hatóság szerint a műsorvezetők visszaéltek a helyzettel, a vendégük hiányosságaira fókuszáltak és gúnyolódtak rajta. A médiatanács határozatában kiemeli, hogy az RTL megvalósítja az emberi méltóság megsértését, amikor úgy mutat be egy szereplőt, hogy figyelmen kívül hagyja, illetve megsérti a társadalmi együttélés alapvető normáit. Ebben az esetben a társadalmi integráció előmozdítását. Tudod, hogyha 10 éven keresztül fánkot fog zabálni, mint eddig, akkor 150 kiló leszel 16 éves korodra, ugye? Sí, señor. Az RTL nem először kap bírságot hasonló ügyek miatt. A Celeb vagyok, menj ki innen 2022-es epizódja ügyében a fővárosi ítélőtábla jogerős döntést hozott. Abban a műsorban az ítélet szerint az RTL olyan üzenetet közvetített, amely a test szégyenítés létjogosultságát, hatásait, illetve a bántalmazó kultúrát erősíthette. Játékgépbe szorult egy kisfiú Ausztráliában. A 3 éves gyerek nagyon szeretett volna egy plüssfigurát, ezért egy óvatlan pillanatban bemászott a gépbe. Kijönni viszont már nem tudott, végül a rendőröknek kellett kiszabadítani. Az üveg mögé zárva a plüssállatok között várakozott ez a 3 éves kisfiú, hogy kiszabadítsák az ausztráliai Brisbane egyik bevásárlóközpontjában. A kis Ethan Hopper annyira szeretett volna magának egy játékot, hogy a kiadónyíláson keresztül bemászott a gépbe. Kijönni azonban már nem tudott. Játszott a géppel, miközben figyeltem őt. Aztán beszéltem a gyerekeimmel, mire visszanéztem, kinyitotta a fedelet, megnézte, van-e benne játék. Mire észbe kaptunk, már fejjel előre bemászott a fedél, pedig lecsukódott mögötte. Semmi esélyem nem volt reagálni. Hihetetlenül gyorsan mászott, mesélte a kisfiú apukája.
A férfi eleinte viccesnek találta a történteket, hiszen a gyereknek nem esett baja. Látszólag jól érezte magát a plüssök között. Pár perc után azonban segítséget kért. Nos, elég vicces volt. Írtam édesapámnak, aki annyit kérdezett, mennyi aprón van. Talán megpróbálhatjuk visszanyerni. De végül felhívtam a céget, és egy hölgy pedig hívta a bevásárlóközpont vezetését. A gyártócég nem értette, mi történt. Azt kérdezték, mennyi pénzt dobtam a gépbe. Beszorult az érme. Azt válaszoltam, a fiam szorult be, szeretném visszakapni, mondta az apuka. Végül rendőrök jöttek, hogy kimentsék a gyereket. Nem volt más megoldás, be kellett törni az üveget. Megállapítottuk, hogy biztonsági üvegről van szó, ami tapasztalataim szerint mindig egyenesen előre esik lefelé. Azt kértük a fiútól, hogy menjen a sarokba és takarja el a szemét, amit ő boldogan meg is tett. Betörtük az üveget és biztonságban kihúztuk, számolt be az egyik rendőr. A kis Ethan mindvégig jól szórakozott a történteken, egy percig nem esett kétségbe. Végül pedig nem akármilyen plüssállatot kapott. A rendőrség ajándékozta meg egy macival. Kimerészkedtek a medvék a barlangjukból a szegedi vadasparkban. A hagyomány szerint, ha a gyertya szentelő boldogasszony napján a medve kijön és meglátja a saját árnyékát és visszamegy a barlangjába, akkor hosszú térre számíthatunk. Az egykori cirkuszi állatok Szegeden nem szaladtak vissza a barlangjukba, tehát szerintük hamarosan jön a tavasz. Kint maradtak a medvék a kecskeméti vadasparkban és a debreceni állatkertben is. Meghalt Vitézi László, Kossuth és Balázs Béla díjas, producer, forgatókönyvíró, filmrendező, érdemes és kiváló művész. 1971 és 81 között a Híradó és a Dokumentum Film Stúdió rövid filmrendezőjeként is dolgozott, és a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiójában is vállalt rendezői munkát. Vitézi László 83 éves volt. Részlet Vitézi László Vörösföld című filmjéből. A történet egy dunántúli bauxit mező felfedezéséről és moszkvai kisajátításáról szól. Azonban nem ez az egyetlen alkotás, amelyben a szocializmus abszurditását mutatta be a rendező. A rendszerváltás után is több filmet forgatott, amelyekben kíméletlen kritikával mutatta be a kádárkorszakot. A dokumentarista irányzat egyik alapítója volt. Kifejezetten a magyar valóságot mutatta föl, és ugyan egyetértettünk azzal, hogy ne a valót mutasd, hanem az igazat, csak sajnos a valóságról annyit hazudtak, hogy maga a valóság felmutatása tűnt az igazságnak és a győzelem lehetőségének. Ez volt a feladatunk. Vitézi László 1940. május 17-én született Budapesten. Gimnázium után a Budapest Filmstúdió világosítója, majd a Mafilm segédoperatőre lett. 1973-ban elvégezte a Színház és Filmművészeti Főiskola film- és televízió rendező szakát, majd a Balázs Béla stúdióban dolgozott. 1979 és 81 között a Híradó és Dokumentum Film Stúdió rövid filmrendezőjeként tevékenykedett. A 70-es évek végétől pedig a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiójában is vállalt rendezői munkát. Adok én nekik, vagy azt hiszem, hogy elintézem én őket úgy. A producer, forgatókönyvíró, filmrendező Vitézi Lászlót számos díjjal ismerte el élete során a szakma. Jelentősebb filmjei közé tartozik többek között az 1980-as Békeidő, amelyért a Mannheimi Filmfesztivál nagy díját és Balázs Béla díjat kapott. Az 1983-ban filmszemledíjas Vörösföld, valamint az Énekesnő, amiért 2023-ban a legjobb tévéfilmnek járó díjat nyerte el a Magyar Mozgókép Fesztiválon. A szocializmus valóságát bemutató filmek mellett tévéfilmeket is készített Móricz Zsigmond művei alapján. A nagy kihívás az egy filmrendezőnek az, hogy egy költőről úgy csinálni filmet többek között, és nem csak a költőről, hanem a szerelméről, feleségéről, meg arról a világról, amely körbeveszi, amely végül megöli, hogy a versei bele tudjanak kerülni a filmbe. 2014-ben érdemes művész, 2020-ban kiváló művész címmel, 2021-ben a közmédia Sára Csúri életműdíjával tüntették ki. Vitézi László, Balázs Béla díjas filmrendező. A Kossuth díjat pedig 2023-ban vehette át. Vitézi László 83 éves korában hunyt el. Ez volt a Híradó, maradjanak, már is kezdődik a Nemzeti Sporthíradó, Bénémet Péter várja önöket.